Így festett szerda délelőtt a belváros. Egy átlagos hétköznapi reggel, egy kicsit sem átlagos napon. Iradónkkal egy időben ugyanis már javában tart a szilveszteri kavalkád. A mulatsághoz azonban munka is párosul. A Győrszól az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekre még több erőt mozgósít, hogy a fergeteg után is tiszta, rendezett közterek jellemezzék városunk utcáit. Szilvesztert követően az egyik legjelentősebb feladat a Szent István út megtisztítása, valamint a nagy mennyiségű hulladék összegyűjtése. A Győrszól ZRT munkatársai már a szilveszter előtti napokban folyamatosan takarítanak a belvárosban, ürítik a csíktartókat, burkolatokat tisztítják. Természetesen a munka legnagyobb része az majd a szilveszter utáni tűzijáték után kezdődik. Itt a legfőbb feladat az, hogy a Szent István utat a rendőrség minél hamarabb vissza tudja adni majd a forgalomnak. Itt indul a takarítás, és ezt követően a teljes belváros nagy takarítása megtörténik. Ebben több mint 20 munkatársunk vesz részt, a hatékonyság fokozása érdekében 2 seprőgépet is bevon a Győrszól ZRT. Az új év utolsó és az új év első napján szalagok, trombiták sorakoznak az utcán. A szolgáltató az elmúlt év tapasztalatait figyelembe véve nagyjából 30 köbméter hulladékkal számol. Igaz, a tapasztalat az, hogy a győriek egyre nagyobb gondot fordítanak a tisztaságra, még így szilveszter éjjelén is. Érthető módon szilveszterkor elsősorban a szórakozás az, ami meghatározza az időtöltést, de például a belvárosban lévő szelektív hulladékgyűjtő szigeteket ilyenkor előszeretettel veszik igénybe az emberek. A belváros mellett természetesen a lakótelepeken is ünnepelnek a győriek. A zöld területeken eldobált hulladékok összegyűjtésére a Győrszól külön programot indít.